száma 2591, az új Széchenyi terv keretében megvalósult közlekedéssel kapcsolatos beruházások fejlesztett útvonalaknak a hosszát szimbolizálja. Célja volt, hogy valamilyen módon teremtsen egy kapcsolatot a közönséggel, illetve a látogatókkal, és egy olyan installációt szerettünk volna készíteni, ami egyrészt meglepő a méretei miatt, másrészt valamilyen módon egy ilyen használati funkcióval is rendelkezik, és közben pedig utal magára a funkcióra, illetve arra a tartalomra, amit a szám mögött találhatunk, tehát ezekre a közúti, illetve az úthálózattal kapcsolatos fejlesztésekre. Maga az installáció az gyakorlatilag egy ilyen absztrahált út, direkt olyan betűtípust is választottunk hozzá, ami ezt a folytonosságot, meg ezt a lendületet valamilyen módon tudja szimbolizálni. Gondoltunk arra, hogy ennek lehet egy esetleges utóhasznosítása. A két-két szám páronként van összekötve, és ebből az egyik pár az egy kvázi buszmegállóként is tudna szerepelni. Ez a két szám az 51-es, és mivel ez Debrecenbe kerül az installáció, ezért utána néztünk, Debrecenben van is 51-es számú busz, tehát ennek egy ilyen végállomásához kihelyezhető installáció vagy buszmegállóként fog tudni reményeink szerint az üzemelni.